Áldás békességet! Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Isten igéjét olvasom Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből, az 5. rész 22. és 23. verséből. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény. A lélek gyümölcsét gyakran nevezik a lélek gyümölcseinek helytelenül. Úgy kell elképzeljük, mint egy szőlőfürtőt, annak a szemeit, ami egyetlen nagy egységet alkot. Ráadásul az írásmagyarázók szerint nem véletlenszerűen követik egymást, hanem meghatározott sorrendben. Szinte egyikből következik a másik. Nincs egyik a másik nélkül, mert akkor torzulás lép fel, felborul az egyensúly, és ennek negatív hatása egyértelműen érzékelhetővé válik. Isten igéje arra hív bennünket, hogy teremjük meg a lélek gyümölcsét, mind a 9 szemet. Engedjük, hogy a lélek megteremje az ő csodálatos munkája által. Milyen nagyszerű, amikor felfedezhetem ajándékait a másikban is, és magamban is. Különbséget kell tennünk a lélek ajándékai és a lélek gyümölcse között. A lelki ajándékokból, mint például a tanítás vagy a profétálás, nem mindegyiket kapja meg az ember, azt azonban egész életében áldásosan kamatoztathatja. A lélek ajándékait Krisztus gyülekezete kapja az egész gyülekezet hasznára. A lélek gyümölcsét azonban mindenki megkapja, akiben Isten lelke munkálkodik. Ha például valakiből hiányzik a békesség, akkor nem tud igazán örülni sem. Ha hiányzik a szelídség, akkor a szeretete lehet akár bántó is, és még sorolhatjuk tovább. Ezek tehát elválaszthatatlanul összetartoznak, életünk fáján meg lehet teremnünk, bármilyen lehetetlennek is tűnik. Ahogyan a szeretet himnuszában a szeretet szó helyére elsősorban Jézus Krisztus lehet behelyettesíteni, hogy a lélek gyümölcse is elsősorban rá jellemző az ő lelkére. A mi gyümölcs termésünknek tehát Jézus az alapja, a forrása, a kiinduló pontja. Annyira gazdag és bőkező Istenünk van, hogy az ő lelkéből ad nekünk. Jézus sokat beszél a gyümölcsről, szemléletes példával tárja hallgatósága elé a Krisztus követés útját. Gondolhatunk például a fügefa példázatára, ami nem akar gyümölcsöt teremni, pedig a gazda mindent megtesz a fa érdekében. Nem díszfának szánta, hanem ízletes gyümölcsöt termő fának, amit azért ültetett, gondozott, trágyázott, öntözött, fáradt vele, hogy élvezhesse zamatos gyümölcseit. Ha egy gyümölcsfa nem terem, haszontalanná válik. Rólunk van szó jelképesen, Krisztus egyházáról. Minden egyes hívő embert maga Jézus ültet, gondoz, öntöz, kapál, nyeseget, igéje és szent lelke által azért, hogy gyümölcsöt teremjünk. A keresztény ember nem díszfa, hanem gyümölcsfa. Minden Isten tisztelet, Biblia óra a gyümölcsért van. Amikor Jézus önmagát a szőlőtőhöz hasonlítja, és bennünket a szőlővesszőhöz, akkor azt mondja, hogy aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. A gyümölcstermés nélkülözhetetlen feltétele tehát a Jézussal való élő kapcsolat. Jézussal mennyei erő érkezik hozzánk, az ő élet ereje szétárad a tagjainkba, gondolkodásunkba, cselekedeteinkbe, és gyümölcsöt érlel. Minden a gyümölcsért van, az ige, az imádság, az ének, a lelki beszélgetések, de még az ünnepeink is. A gyümölcs a fa túláradása, ugyanakkor vallomás is önmagáról. Gyümölcseiről ismeritek meg őket, mondja Jézus. A fa nem önmagának terem, hanem mások táplálására. Egy darabot ad az életéből. A gyümölcstermésben csúcsosodik ki a fa lénye, küldetése, célja, rendeltetése. A gyümölcs a krisztusi élet meghatározó jellemvonása. Mondhatjuk ajánlólevélnek vagy önéletrajznak is. Az emberi együttélést kellemessé, zamatossá, üdítőbbé teszi, megteremti azt a nélkülözhetetlen feltételt, ami a kereszténységet jellemzi. A gyümölcs nem luxus, hanem vitamin, amire mindenkinek szüksége van. Amen.